Reggel 8-tól este 10-ig szinte megállás nélkül zajlottak a teniszversenyek a Paksi Fedett pályán. Olyan népszerű a már 10 éves hagyománnyal rendelkező Mikulás Kupa gyermek- és ifjúsági verseny, hogy maratonira sikeredett. A Mikulás Kupának már elég hosszú hagyománya van, ezt minden évben megrendezzük decemberben, általában 6-ához legközelebb eső hétvégén. Most ma egy nap zajlik a Mikulás Kupa a legkisebbeknek, illetve a 12-18 éves fiataloknak az ifjúsági verseny. A korosztályok az 12 év alattiak, három korcsoportban külön a fiúk, külön a lányok versenyeztek az adogató versenyben, illetve a 12 év és 18 év közötti fiatalok összesen 8 csoportban 4 fiú, 4 lány, két évente 12, 14, 16 és 18 év szerint versenyeznek. A legtöbben Paksról érkeztek, de azon kívül Dunaszentgyörgy, Dunaföldvár, illetve Kömlődiek is vannak. Az adogató versenyen voltak körülbelül 40-en, ha jól számolok fejbe, illetve az ifjúsági versenyen olyan 40-50 között. Gyümölcsöző napja volt a 7 éve teniszező Komlósi Csengének. Lakatosné Klopcsik Diana tanítványa 11 meccset játszott, mert több korosztályban is indult, aminek meg is lett az eredménye. 2 arany és 2 bronzérem került Csenge nyakába. Reggel kezdődött az adogatóval, ami azt jelenti, hogy szervez, és 10 darabot kellett szerválni, és ahány átmegy az alapból. Ketten lettünk elsők, Bálint Csengével. Indulok 12-ben, 14-ben és 16-ben és 18-ban. 12-ben első lettem, 14-ben harmadik. A 11 éves Kertész Karina is több korcsoportban is pályára lépett. A dunaföldvári teniszező hölgy nagy álmokat dédelget a jövőt illetően. 3 éve teniszezek, Pesten is, meg Pakson is. Egyszer Pesten, de először 3-szor voltam, és most már itt 2-t, most meg egyszer. És mert a tesóim is teniszezett, és az egész családom is nagyjából. 12-be, 14-be és 16-ba is indultam, igen. Hát nyertem is, meg kikaptam is. Hát nem mindig ment, de a végére már jól sikerült. Azért. Mi az, amire úgy nagyon oda kell figyelned, hogy érzed, hogy mi az, amiben még egy kicsit erősödnöd kell, melyik oldaladról? Hát, hogy előbb odaérjek a labdához, meg kicsit lassabban indulok el, meg kicsit a fonákot erősíteni. Minden résztvevő csokoládéval és rengeteg tapasztalattal a puttonyában térhetett haza a Mikulás Kupáról, a legügyesebbek pedig éremmel a nyakukban.